Köszöntök minden kedves tévénézőt! Stúdiónk mai vendége Kunné Nánási Mónika, a Déliné Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár megbízott intézmény vezetője, a 7-es számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjelöltje. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást, és sok szeretettel köszöntök én is minden kedves tévénézőt. A mai interjúban elsőként beszéljünk a kulturális területen végzett munkájáról. Mióta dolgozik ezen a területen, illetve tekintsük át az intézmény vezető feladatait. A kultúrához való viszonyom nagyon régre nyúlik vissza, hiszen én a Déliné Kulturális Központban megbízási szerződéssel már 2003 óta tevékenykedtem, hiszen azóta több mint 20 éve már vezetem a óvodás korosztály számára városi szinten heti rendszerességgel a gyermektánc csoportot, a Toporgót, és így aztán a kapcsolatom elég régre nyúlik vissza az intézményhez. Szorosabbá 2022. áprilisában vált a kapcsolatunk, amikor is felkérést kaptam arra, hogy vállaljam el a Déliné Kulturális Központban az intézményvezetői feladatokat, és 22 év után feladtam a óvodapedagógusi hivatásomat, és elvállaltam a Déliné Kulturális Központban az intézményvezetői feladatokat, ami azért nem volt könnyű feladat, hiszen és sok álmatlan éjszakát is okozott, hiszen ez teljesen más terület, mint az előzőekben végzett feladatom, és szerettem volna úgy végezni a feladatomat a Déliné Kulturális Központban is, hogy megfelelő szakmai tudással és teljes mértékű odaadással. Szerettem volna a város kulturális életének vérkeringésébe úgy beolvadni, hogy minden tudás birtokában legyek. Éppen ezért 2022 őszén én elkezdtem a közművelődési szakember képzést, és 2023 áprilisában meg is szereztem ezt a szakoklevelet, és ott rengeteg elméleti ismerettel gazdagodtam, amelyet a gyakorlatba be tudtam építeni. Vezetőként ugye feladatom az elsősorban, hogy részt vegyek a rendezvények, a városi rendezvények szervezésében, lebonyolításában, illetve felelősséget vállaljak ezeknek a rendezvényeknek a megfelelő megvalósulásában. Természetesen ehhez én nem vagyok elég egy személyben. Ehhez kellett nekem egy olyan lendületes, magas szakmai tudással bíró csapat, mint amilyen a Déliné Kulturális Központban, illetve valamennyi tagintézményem, telephelyemen dolgozók van, kollégák, kolléganők, munkatársak vannak, és büszke vagyok nagyon rájuk, mert egy nagyon jó csapattal dolgozhatom együtt, akik maximálisan segítenek engem abban, hogy minden rendezvényünk, minden programunk a lehető legjobban tudjon megvalósulni. Természetesen a rendezvények szervezése, lebonyolítása mellett nekem feladatom ugye a munkatársaim feladatainak koordinálása, illetve a művelődő közösségek működésének a koordinálása, irányítása, de emellett nagyon oda kell figyelnem arra is, hogy az intézmény az a törvényi előírásoknak megfelelően magas szakmai színvonalon tudjon működni. Ebben azért azt gondolom, hogy volt egy kis tapasztalatom már, amit elhozhattam magammal az óvodából, hiszen ott 12 éven keresztül vezetőként, illetve általános intézményvezetőként tevékenykedhettem Gulyás Ferencné Jolika mellett, aki számomra egy örök példakép marad. És ő mellett azért megtanultam, hogy egy vezetőnek a szakmaiság mellett, melyek azok a törvényi előírások, amelyeket be kell tartani egy intézmény működésében. Emellett ön jelenleg a 7-es számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjelöltje is. Miért tartja fontosnak, hogy a helyi politikai életben is szerepet vállaljon megválasztása esetén?
Én a születésemtől kezdve ebben a választókerületben, körzetben lakom. Minimális idő volt 4 év, amikor a város más területén, vagy más részén laktam, akkor még vőlegényemmel, ma már férjemmel. És én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenki ismer, hiszen, ahogy az előbb is említettem, ugye én oda születtem arra a választókörzetre, illetve nagyon sok mindenki megismert, ha el is vitt onnan az élet más irányba, nagyon sok mindenkivel fellazult esetleg a kapcsolat, de amikor 2007-ben annak a választókörzetnek az óvodájában, a gépgyárúti színóvodában kezdtem óvodapedagógusként tevékenykedni, akkor nagyon sok mindenkivel újra megerősödött a kapcsolatom, és ezáltal megint csak nagyon sokan megismertek, esetleg olyanok is, akik később kerültek, költöztek ki erre a városrészre. És én azt gondolom, hogy amikor valaki ott lakik, több évtizede már nap mint nap szembesül azokkal a pozitívumokkal, negatívumokkal, amelyek a mindennapi életben, mindennapi életét meghatározzák az ott élőknek, akkor azt gondolom, hogy nem is képviselhetné más jobban, mint egy olyan személy, aki ott él, ismeri gyerekkora ott, hogy milyen volt, és a fejlesztéseknek köszönhetően hova is jutott el ez a városrész, és én azt gondolom, hogy képviselni így lehet igazából egy városrészt, amikor kicsikora óta ismeri az ember, és tudja, hogy mi az, ami már megvan, és mi az, amire még szükség lehet ennek a városrésznek. Beszéljünk magáról a körzetről. Hol helyezkedik el a városban, és milyen paraméterekkel rendelkezik? Ez elsősorban a kisföldeki városrészt foglalja magában, de természetesen hozzám tartozik még például a Villamos utcának a páratlan oldala, amelyet a Kisújszállási út és a Széchenyi sugárút határol be, illetve tartozik hozzám a Déli Báb utca, Nyár utca, Déli utca bizonyos szakaszai, de igazából nagy területileg a kisföldek közi részt öleli fel magában. Milyen tervei vannak ebben a körzetben képviselőként, megválasztása esetén? Megbíznak bennem, és bizalmat kapok az ott élő lakosoktól, és megkapom tőlük ezt a lehetőséget, hogy én képviselhetem a választásokat követően ezt a körzetet, és tehetek értük, akkor az elsődleges feladatomnak azt fogom tartani, hogy az ott élő emberek igényeit, problémáira, igényeit kielégítsem, megpróbáljam kielégíteni, illetve a meglévő problémáikra megtaláljam a megoldást, és tudjam őket ezekben segíteni. Illetve, mint a Dérini Kulturális Központ megbízott intézmény vezetőjeként nagyon szeretném, hogyha az egész város kulturális életének még inkább felpezsdítésében részt tudnék venni. Milyen fejlesztéseket lát szükségesnek ebben a körzetben? Most jelen pillanatban abban a fázisban vagyok, ugye, hogy megpróbálok minél több mindenkivel személyes kontaktusba kerülni, és a közös beszélgetések alkalmával nagyon sokan megfogalmazzák, hogy mire lenne igazán szükségük, hogyha képviselőként majd tudom őket képviselni, mire szeretnék, hogyha nagy hangsúlyt fektetnék. És az első és legfontosabb, amit szeretnének az ott élő lakosok, és amit tudom, hogy Karcagváros önkormányzata nagy erőkkel dolgozik rajta, hogy újra visszaállhasson az orvosi rendelő, hiszen ebben a választókörben nagyon sok az idős házaspár, idős lakos, akik egyébként mozgásukban is akadályoztatva vannak, és nagy segítség lenne nekik, hogyha újra meg tudná nyitni kapuit a kint lévő orvosi rendelő, és én nagyon bízom benne, hogy ez hamarosan meg is fog tudni valósulni. Illetve hát az esővíz elvezetés, illetve a szennyvíz problémák azok, amelyek a mindennapokban foglalkoztatják a kint élő embereket, lakosokat, illetve ami mindenhol probléma, ugye ezek az utak és a járdák állapota, amelyre felhívták már több helyen is a figyelmemet. Hol találhatóak a szavazókörök?
két szavazókör van ebben a választókörzetben. A 13-as szavazókör az a Szent Anna és Sámuel Református Gimnáziumban található, és ez egy akadálymentesített választókör. A 14-es választókör pedig a Karcagi Kovács Mihály Általános Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai tagintézményében található. Hogyan látja képviselőjelöltként? Miért fontos, hogy továbbra is a jelenlegi polgármester maradjon az új ciklusban is a polgármester? Az elmúlt időszakban polgármester úr volt ennek a körzetnek a képviselőjelöltje is a polgármesteri teendők mellett, és nagyon sok fejlesztést igyekezett véghez vinni ebben a választókörzetben. És én azt gondolom, hogy azok a fejlesztések, amik megvalósultak, mondhatom itt a kerékpárútnak a felújítását, amely azt gondolom, hogy az ott élő lakosoknak nagyban segítséget nyújtott, hiszen biztonságosan egy szélesebb kerékpárúton tudnak eljutni A-ból B-be, könnyebben megközelítenek bármilyen objektumot. Ez már magában egy nagy segítség volt. Vagy beszélhetek a közvilágításról, ami egyébként az egész városrészt érintette, de azt, hogy mindenhol kicserélődtek a lámpák, lámpatestek, vagy olyan útszakaszra is kerültek lámpatestek, amik eddig kevésbé voltak megvilágítva, kevésbé érezték biztonságban magukat a ott élők. Ez is mind hozzájárul ahhoz, hogy minél fejlettebb és minél jobb körülmények között tudjanak élni az ott élő lakosok, és én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezek a fejlesztések még inkább tovább tudjanak, minél inkább meg tudjanak valósulni, vagy minél több fejlesztés meg tudjon valósulni, egy olyan lendületes és mindenre odafigyelő polgármesterre van szükségünk, mint Szepesi Tibor polgármester úr. Köszönöm az interjút. Én köszönöm szépen. Munkájához további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmét, a viszontlátásra!